Sziasztok! Szevasztok, azt a tévé utolsó adás 2014-ben. Egészségügyre. Nem tudom, hogy megrendezhetem. Köszönjük, rengeteg kérdést nem kaptunk. Na milyen az új? Szerintem teljesen fél a tűrhető, nem? Nem, a tűrhető az egy erősen jobb. Én nem iszok energiától, de most annyira rottyom vagyok, nem alszok, mint te. Nagyobb hetek óta, úgyhogy... Én iszok energiától, meglehetősen gyakran fogyasztom, de nekem ízlik, nekem bejön, úgyhogy ajánlom neked is. Na hát akkor köszönjük szépen a rengeteg kérdést, amit ezúttal is küldtek. Igen, meg most én is kiraktam egy másik órája, ebből már én is olvasgatok. A régi tudtok érezni őt, hogy ugye én teszek majd föl, az újra fel, amit a Zsolt fognak válaszolni. Vagy nem, de az biztos. Igen. 50-50 százalék. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjük. Kezdjük a számomra legérdekesebb kérdésre. Igaz, hogy összevesztél a BSV-re, hogy jött a Dr. Dre, tényleg jött egy beefet neked? Összevesztem Dr. Dre-vel, mert a Bencével pont beszélgettük, hogy volt egy eladó klip forgatás, és nem jelent meg időben. És én a kúdorom a Dre-vel, és írt nekem egy beefet. És én erre most készülök visszaválaszolni. Szomorú dolgozok. Igen, meg a 50 Cent-tel is összevesztünk egyébként. Önök is beefet fogok írni. De mi nem az, hogy jó köszönöm továbbra is, nem? Eminem, mert minden rendben van. Mert ő fehér. Csak vicc volt. A BSV-vel pedig nem. Tehát volt egy közös üzletünk ugye. Mi különbítünk tovább az üzlettársammal. Együtt csináltuk. Aztán összekeverődtek itt az üzleti, meg az emberi dolgok. Úgy döntöttük, hogy nem dolgozunk tovább a jövőben. Semmilyen keretek között. Ennyi. Se zeneileg, se... Így van, semmilyen formában. És ez kihat a garázsos dolgokra is egyébként? Nem, mert ez csak ő rájuk. Nem hat ki, hát ők ugyanolyan jó viszonyban vannak a Tomival, az SM Tomival, mint ahogy én vagyok fel jó viszonyban. Hát ezt tudjuk külön kezelni. Addig még nem hallok olyan dolgot, hogy érdekes volna, ez kiszivárgott, és ez nem tőlünk szivárgott ki, ami degradálva lenne, mert ugye szeretnek ugye kérdésük, mert nagy szerzőkkelre vonatkozik ugye betalálgatni addig részemről béke van az idő és az élet és a világ univerzum megszűnéséig. Bár embereknek lételem a botrány, szeretik jelenni a szar. Ugye több kérdésben is előkerült az, hogy miért mintek a varázstrucok és a sztorból, illetve hogy mikor jön a következő esemben a közös dal, illetve lemez. Hát a garázcuccok azok egyelőre a mi hanyagságunk miatt hittek el, meg az ő hanyagságunk miatt szerintem, igazából nem tudtuk, hogy mit szeretnénk, milyen anyagokat rendelni, ugye. És miután volt egy volt átalakulás, ugye, mert a Famous, aki ugye egyébként meg a Radi Hungary, aki maradt a szponzorom, itt Kazu barátomnak dobom a pénzt, ugyanolyan jó barátság van, csak egyszerűen nem, tehát árulunk még Famous cuccot, csak maga az arculatot nem akartam itt tovább vinni. Volt egy átalakítás, és utána annyira elhúztunk itt az év végére, meg itt a feat-jeim közül is egy jó pár lemezre, ezért nem jöttek össze a dolgok, mert azért egy ilyen boltot fenntartani nem egyszerű dolog. Úgyhogy hát a Tomival meg szerintem ez ilyen örökös dolog lesz szerintem most, hogy lemezt így megcsinálni szinte lehetetlen, mert rengeteg elfoglaltságunk van, de darolászunk majd még együtt. Úgyhogy meg itt belefoglalnám azt, talán itt bele lehet tudni azt a kört is, hogy miért nincsen RTL-en sok Nyíregyházán, meg Debrecenben, meg Kiskunban sem, meg Dadányban én, meg mit tudom én, hol. Hát azért egy ilyen soknak, ezt már elmondtam egyszer-kétszer, hogy egy ilyen soknak a fenntartása, vagy a létrehozása, megnyitása azért anyagilag igen megterhelő dolog, illetve ez egy komplex történet, mindenféle engedély, meg egyéb dolgok az adott helyen, úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy aki vidéki egyszer Budapesten mindenki felnéz azért, érted, ahogy tapasztalat van, rengeteg vidéki válságunk van, meg hát ugye ezért működik a webshop.
erre találták ki. Azért, azért teszik fel ezeket a kérdéseket elsősorban, nem, mert vannak exkluzív termékek, amiket csak a sztorban lehet. Igen, de ezeket kezdjük visszafele, tehát én az én javallatomra kezdjük összemosni, tehát hogy ugyanazok legyenek. Mindig lesznek nyilván olyan termékek, amik, amik csak ott lesznek limitált, amik csak a webshopon, de azt gondolom, hogy ez az így normális, mindenhol így működik ez. Persze, legyen fel. Ez egy egyszerű üzleti történet. Hát, jó, igen. Sónak már egy közös dal. Szerintem megy fejlődés is. Nem megy már fejlődés. Hát, szerettem, hogy próbálom azért látatos, hogy csak eljöttem. Most jön egy december 31-en. Itt forgattuk Esztergomba, egy szerelmes dal. A Sean is bemutatkozó LP-re fog rákerülni. Az a címe, hogy... Csavicsé? Csavicsé? Jó cím. Minden változik. Ezt most azért mit kaptam volna. A Sean Feet, Mr. Basta, Vesző, Valovics Marcella. Ő is ilyen RTL 0-án tag. És akkor így együtt hárman a kompozícióval csináljuk. Sean rappel, én rappelek, Marcella meg énekel. Világsláger. December 31 megjelenés. Meg is gondolom az alkalmat, hogy beszélgessünk is tőle nulláról. Ez most talán a legizgalmasabb történés az LTE embereken belül. Nem biztos, de... Hát nekem mindenképpen. Tehát, sorokat érdekel. Ugye beszélgettünk már a nulláról többször, meg már talán interjúban is előkerült egy pár szóval valamikor messzire. Honnan jött a nulláján ötlete? Vagy miért lett? Miért különítetted el az RTM-t? Nem különítettem el. Csak névlegesen különítettem el. Az RTM-től, az ötlet pedig nem mástól jött, mint nagy példaképemtől, Birdman-től, egyébként Lil Wayne-nek a nevelő apja, aki ilyen multi rap mogul, mint annó Master P, ugye, aki szintén nagy példaképem, meg ugye a Puff Daddy, a Bad Boy-nak ugye a vezetője. Tehát, mivel hogy mi brandet építünk, vagy én brandet építek a Realty Musical, én nem szeretnék keretek közé szorulni ezzel, ahogy ezt már pár évvel ezelőtt is megbeszéltünk. Jönnek az énekesek szépen lassan, most már elkezdődnek a zenekori próbák is, ugye, amit majd le kell ülni, megbeszélni majd egy bebaszás mellett, na most már mi tényleg be kell basszunk együtt. Már nagyon éjjjön. Különböző dolgok miatt, igen. Meg ígérgetjük egymásnak, hogy milyen nóták kerülnek erre majd rá. És ő nála van az, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem akartam zavart hozni, és így egészséges azt érzem, hogy megmaradt ez az old school csapattagság, mondjuk így, hogy old school. És ott is ugye a Young Money volt az, aki, vagy az a kiadó, ami a Cash Money-ba beépült. Tehát mindenképpen X, tehát 4, majdnem 5 évre rá szerettem volna egy új vonalat a Realty Music-on belül. Tehát ők ugyanúgy Realty Music tagok, csak ebből a nyúlán jelző vannak ellátva, mert azt gondolom, hogy egy új hangzású, új felfogású nóták kerülnek piacra, ezzel követve azért némileg a mai trendet, ha lehet ilyet mondani, tehát ő általuk, tehát én mint menedzserük, vagy én mint producerük működnék ebbe, tehát nem összekeverendő ez az én trendhez a hozzáállásommal, de nyilván én is valamilyen szinten azért letöltem így az új dolgokat, bár én mondjuk a trendre nagy évvel szarok, de ezek a gyerekek már azért ebben nőttek bele, tehát azért ne felejtsük el, hogy nekünk kell kicsit úgy formálni őket, hogy az LTM-be kapjanak, vagy illetve az LTM-be váljanak profivá, és így kerüljenek ki a nagy közönség elé. Egy pont a Lukács azt fogalmazta, hogy egyébként nagyon jó, hogy interjúban majd adottak el nyáron, hogy ugye... Most itt mondjuk el, hogy ez a tankcsapdának a frontembere, mert sokan nem tudják. Igen. Ugye, akitől loptuk a logót. Igen. Akitől loptátok a logót. Fépik képről beszélünk mindent. Tankcsapda Peace. Igen. Pontosan. Egy nagyon profi zenekarról beszélünk. De mondjuk már azért, hogy beírt a csávót, mert nem tudják sokan. Már csinálta a borítót. És ennek a buzi dolgoknak az oldalára írt be pont. Azt vágod ezt a posztot? Nem. Beírt a csávó, hogy én csináltam ezt a borítót, megláttuk valahol Amerikába, és kurvára nézett ki ez a fuck jel, és kurvára nem lopták el a gazdájé, hanem ez egy szabadalmazhatott gyermek stop tábla. Ja, tehát egy világjel, tehát beírt egy fuck, és kidobja 4000. Nem, van csodát, hogy loptad, kész, idáig itt van.
Az anyag, ott mondta nekem Bocsánat, a Laci azt... Bocsánat, kérek, hogy elrogtam, ne aludjatok. Ott mondta nekem a Laci azt az interjúban, hogy ugye mindenki mondja nekik, hogy ez az új tancsorda már nem olyan, mint a régi, de ugye aki most fiatal és most kezdte őket hallgatni, annak ez lesz az az etalon lemez, ami mondjuk nekünk a... Köszönöm szépen, és persze ezzel találnak meg ugye, és mi 13-14-es ugye nem hallgattunk rá, tehát senki, egy darabot sem. Tehát azt nem is értem, bazdmeg. Nem figyelj, próbálnak minden áron el... Az életben azért, hogy ma Zsolt egy metálos korszakát is mesél, csak így érdekesenképpen megemlített. Próbálnak el lehetetni minden téren, tehát abszolút minden dologba megpróbálnak fogást találni. Nevetséges életed ez az egész történet. Tehát én azt gondolom, és ezt mindig ezt vállalom is, tehát teltházas koncertek. A 5. éve jövőre lesz, hogy a hátis az eltérjék 5 évesek, a Real Team Music hivatalosan. Lesz elő nagy buli? Ez lesz valami ünnepre? Szeretnék, igen, de ezzel kapcsolatban még hagyd nem mondjak semmit, mert tudod, hogy akkor szoktam mindig mondani, amikor tudtira tudom, hogy beállítok. Évelején, vagy az év, inkább úgy mondom, az év első felében leszeretnénk tudni a Repfader című filmnek az első részét. A második rész az pedig a CD megjelenésével együtt szeretnénk publikálni. Ez egy tripla lemez lesz. Ami hát tervek szerint szeptember vagy az év végére fog megjelenni 2015-ben. Úgyhogy a tripla lemeznek a munkálatai az ez. Nem kis dolog. Egyébként meg tudnám jelentetni. Tripla, mint három darab lemez, vagy tripla, mint egyben csomó. Ez is még kérdéses, most jelenleg az a variáció áll, hogy egybe lesz csomagolva, plusz egy DVD-vel, digipakba is még ráhúzva egy top, de az is lehet, hogy egyébként lesz megjelentetve. Vagyis is. Tehát igen, tehát több verzió van, erre még nem akarnék válaszolni, mert nem tudom, mi lesz. Mindenképpen egy exkluzív köntös fog kapni a CD-re, azt gondolom, hogy ez is első Magyarországon tripla lemez, rá fognak kerülni az pár 7-8 talán nincs 5-6 megjelent dal, ami már ki van ugye a YouTube-on, és folyamatosan forgatunk klippeket, brutális zenék jönnek. RTMS feat-ek, Newline feat-ek, Old School feat-ek, mindenkit szeretnék a lemezen behívni. Közreműködésen majdnem, hogy mindenkit szerintem. Ezen kívül külső feat-eket is szeretnék ezzel kapcsolatban, de nem tudok nyilatkozni, mert attól függetlenül, hogy azt gondolják, hogy mi itt rossz vagyunk sok emberrel, vagy semmilyenben nem vagyunk, vagy nem is ismerjük egymást, vagy egyáltalán kérdeztük itt a Mike-eniket, tehát őt is például a kibaszott jó MC-nek tartom, vagy rappernek, vagy nem tudom, hogy minek kezeli magát. Úgyhogy egy gyerek, a Tékid, de régóta húzódik a feat-ünk, de egy brutális nagy respekt a Tékidnek, mert abszolút olyan pozitívan áll hozzá ez a dologhoz, hogy ő legalább meg tudja érteni ezt az RTM Garázs dolgot, amit mások egyszerűen nem tudnak hova tenni. Még egy két arcot szeretnék legalább. Két arcot én imádom, sokan írtak, hogy miért nem hívom, keresem. Én évekkel ezelőtt kerestem, tehát ő egy annyira magánforró gyerek, hogy azt gondolom, hogy nem akar ő nyilvánosan, nagy nyilvánosság előtt foglalkozni ezzel a rap zenével, de hogyha ellenkezőleg van, akkor meg fogom tudni, és mindenképpen fel fogom neki ajánlani ezt a dolgot, de egyébként én boldog lennék. Én akkor is bevenném a két arcot, hogy ha senki nem értene velem egyet a tagok közül is, mert azért olyan hatáskörön van, hál' Istennek, én imádom a repjét. Meg az Ati, ő magát is szeretem, mint ember. Abszolút korrekt, csáó. Szerintem a határon túli magyar rapperek, hogy vastagon a legjobb. Pedig van több ügyes gyerek, de ő vastagon a legjobb szerintem. Hát, ja, nem nagyon van ellenfelem, mert egy ügyes szerintem is. Egyébként a határon túl van, mint fajnak. Tehát ezért hozzáteszem, hogy viszont mentalitásban legalább elfogadják azt, amit képviselek. Hogy tudtál felemelkedni mondjuk azon, hogy a Fiver régen bebiffelt téged, és most mégis a Newline tagja? Tehát ezt ugye többen feltették ezt a kérdést, és ez valóban egy elég érdekes, vagy sarkalatos pont. Hát úgy tudtam ezen felülemelkedni, hogy egy rendkívül magas kvalitású és intelligenciájú ember vagyok. Ilyen egyszerű. Hát most figyelj, ez a része, ez biznisz ennek a történetnek. Egy részről változt, hogy megismerhetem őket, találkoztunk személyesen, beírtam őket egy találkozóra. Kurva jó gyerekek. Iszonyat profik. Én kivattam ebből a beef-ből egyébként, hogy mi volt az a történet, miért beef-ből? Ők más néven futottak, Scorch Crew néven futottak, és írtak egy számot, amiben egy ilyen sorba bemaradtak engem egyébként, és nekem
az a szám tetszett tőlük a legjobban, és én nem is tudtam, mert azt mondom, más műtetele mondanak úgy hallottam, és egy barátom hívott föl Debrecenből, hogy figyelj, itt van két csávú, hallgass meg őket, szerintem kurva jó. És akkor én azért mindig bassza a csőrömet, hogyha nem hallgatom meg, akkor kik lehetnek, én mindenben meghallgatok. És akik, akik jók, jó a demójuk, jó a cuccuk, van valamiük, kitérnék arra, hogy hogy lehet bekerülni az RTL-be, azokat meg fogom keresni. Mindenképpen már egyébként ez egy érdekes kérdés. Tehát amire nem válaszolok, nem azért nem válaszolok, mert bunkó vagyok, azért is egy tetovált bunkó köcsög vagyok, de attól függetlenül, hogy szeretem, imádom őket, meg vannak ilyen nem kiforrott, meg nem annyira érett produkciók, de ezekkel nincs időm foglalkozni se a válaszolással, akikben viszont látok valami fantáziát, ezt általában megkeresem idővel. Úgyhogy, hát ez tök egyszerű dolog. Tehát igazából, akik nem veszik ilyen véresen ezt a díjfelgetés dolgozatok, ezen túl tűnve nem éreztem annyira, inkább ilyen divatos díjnek éreztem ezt a dolgot, őket ezzel megmarták. Én iszonyatosan hiszek bennük, én azt gondolom, hogy ha azt végviszik, amit én felépítettem rájuk, vagy felépítek rájuk, akkor ők egy sikeres csapat lesznek egy év múlva, egy ismert és sikeres csapat. Akusztikusan is, dirty sound stílusban, trap musicban, mindenféle rappemelő stílusban képviseljük magad és kurva jó. Tényleg, mondhatjuk ők is. Többi nullánytag volt benne olyan, akit kifejezetten bekerestél meg? Hát a fillért én hívtam föl, azt hiszem. A Sean-nal így egymást, meg már így kerülgettük már így már egy ideje, és akkor mindig gondoltam rá, hogy az, hogy egy ilyen érettségi gyerek meg már kinőtte azt a rétegét, amit már ő képvisel, hogy jó lenne vele együtt dolgozni. Mondjuk lehetne ő az én Drake-em, tudod, mint a Birdman-nek, érted? És akkor így leültünk, és akkor ez ilyen kölcsönös volt, a Marcellával is így volt, hogy ő is egy picit talán így azért jött volna, és én ezt így tudtam minden onnan, és akkor én megkerestem, hogy itt lenne a helyed egy ilyen hangot, nem szólne, hogy ilyen színvonalon énekel a Csajci. A Flashman Lacikával személyes barátok vagyunk régebb óta. Lerakott, őnála is a zene volt a döntő, lerakott egy lemezt, és amikor én végighaltam, és nem, ez 2000 fejét, és mondtam, hogy jöhet. A valaki most ott ül a másik oldalon, a másik oldalát, hogy barátom, meg mindenben egymás segítő, operatőröm is, meg minden. Ő már 1000 éve rappel, csak nem tudják, egyébként sokan, és kurva jól. Összeraktunk egy ilyen baszatyós lágert, amiből fog forgatni szinten egy gruppet. A saját magam fogod rendezni egyébként, ezt megkérdezem. Rendezni igen, de forgatni nem. Forgatni kell, ez másnak is érted. Úgyhogy az jó lesz, mert neki is lesz ilyen közreműködései. Van egy olyan közös dalunk, ami az Alkával közös, és tehát Balafint Farkasok most már, azt hiszem az a vége. És azt hiszem, hogy Swiss van benne? Az is egy óriási erős track. Mondjatok azt, hogy utána mondom. Aztán az ellenfelek pedig a Bencén keresztül jöttek be, mert forgattak nekik a Jimmy-vel. Jimmy ugye a Blade Red Pictures-nek a videóklipjében csinálja utómunkavágás, stb. Mindenesen. Ő is jó barátom, meg ő is énekes egyébként, és Orsodban ő énekel. Tehát itt mindenki mindenesen, a legrejebb. És ők meg úgy jöttek be, hogy ők meg így mondogatták, hogy ők nekik ez szimpatikus, amit csinálnak, amit tudom. Tehát, hogy... de egyébként most már szigorú feltételekhez van kötve a tagság. Tényleg nem úgy veszem ezt a dolgot, mint az utóbbi pár évben, és mit tudom, pár hónapban visszamenőleg. Nem szeretném, bocsánat, még egyszer, nagyon rúglak a faszomba. Nem szeretném még egyszer átélni azt, hogy valakit felráncigálok az egekig, aztán leköpködjön, hátba szúrjon, megtámadjon, fenyegessenek ember ellen. Úgyhogy szigorú dolgokhoz van kötve itt a dolog. Még miatt itt megölésbe, fenyegetésbe és minden ilyen ilyenek az elemennénk, azt azért megkérdezem, mikor lesz másik Farkasok lemez? Szerintem gyerek az. Azt a kurva gyerek! Bár én még az elsőből sem kaptam, de... Tényleg? Tényleg. Hát szóljál be, az meg 10-szer mondani, nem tudod, hogy milyen vagyok, faszom, nem érdekel. Akkor elmondom, hogy hidd egyszerre is. Fogsz kapni, nem sajnálom tőled. Mikor lesz másik Farkasok lemez?
Nem tudok erre válaszolni. Egyelőre az van, hogy megint elkövettük azt a hibát, hogy megjelent szeptember 11-én szülnapomon, és így azt várjuk, hogy hú, a brand ez működik, tehát a ruházat, meg minden, meg a közös fellépések, tehát így az egész, amit kitaláltam, az megy, de nem ford ki a lemez. Nem futott ki még, nem ford ki, futott ki magát, vagy a stílapülése. Azért csak áprilisban adtam ki, és mindig ezt így elfelejtem ezt a tényt, és valami itt még csak év végén. Persze. Azért rengetegen most kezdik el megismerni. Hát azt, hogy mindenki csipok, hogy mikor lesz újra, azt hát ott már igen, nem lesz több is. Nem. Hát meg, ja, tehát hogy itt volt ugye a Borosma akkordot, és igaz, hogy három új dallal, de azért csak összeraktuk. Akkor ugye kijött a featuring lemez, a te unszalásodra, a best of lemez, a te unszalásodra, vele visszarakva. A featuringnek, hogyha majd hangot számít, akkor lesz a fordulásod is, a másik koncepciós. Így van. Csak azt elfelejtettem, hogy mi. De majd elmondom. A legközelebb igen. A legközelebb igen. Hát vannak ilyen dolgok, de mindegy. Ja. Viszont nekem kell beszélni? Vagy? Igen, mondom. Tudom, kérdeztetek többen, de ezt én megválaszolom a Zsolti helyet. Mert itt nem tette fel semmi kérdés, legalábbis én még eddig nem láttam. Nem lesz a közvetlen bizonyítéknek fordítása egyenlő. Ugyanis sosem mondjuk, hogy soha. Lehet, hogy egyszer egy bővített látszatot írunk belőle, de... Igen, meg én nekem az az ötletem ezzel kapcsolatban, hogy csináltuk ezt, ez a film, ez a Rapfather, ez ilyen doc reality jellegű lesz, sokan kérdezték ezt is, és lehet, hogy a videóanyag az kecsegtetőbb lesz, tehát ez úgy gondolom, hogy lesz egy ilyen premierje, ha minden igaz egy moziban, ha összetudja, hogy ha nem, akkor pedig egy YouTube premierje, illetve ajándékba fogjuk adni simán a korongot, tehát nem is gyárnak hozzá nagyobb ilyen tokot, meg mit tudom én, fölösleges, meg is felrakják a torrentre. De azt gondolom, hogy erre tényleg észszerűbbenség költeni ilyen formában. Viszont megnézhetik a hallgatói nagyon, hogy így hozzalanak, amikor tényleg ilyen próbáltunk mindent belesülíteni. Koncerteket. Jött velem a kamera, amikor adományozni mentem. Videóki forratások. Ezt egyébként? Jótékonysága fontosnak tartod? Hát azért tartom fontosnak, persze, hogy fontosnak tartom. Mert ahogy így elmondták ezek az alapítványok, meg akik így megkeresgélnek, meg akiket így kiválasztok, azok azt mondják, hogy ez manapság már ritka. Hát ezt mondták 10 éve is, de hogy manapság tényleg ritka. Igazából nem, tehát érdekes dolog ez, mert egy ember eljut egy olyan szintre tényleg, hogy egy emberségből maga fele vizsgálni tud, de nagyon jó érzés volt egyébként ez, hogy volt ott van, hogy GI-on sikerült leválogatni egy ilyen 7-8 zsák ruhát, még van egy pár zsák, és akkor ezt így, amit így nem csak azokat raktam el, amit gondoltam, hogy már úgyse jó, meg már kinőttem, meg már úgyse fogom hordani, hanem beraktam olyanokat is, amiket igenis hordok, csak le van már így csoportosítva, hogy nem fér el a... És mondom, legyen nekik is Gucci pólójuk, meg mit tudom én, meg ilyen márkás cuccuk, meg beraktam minden olyan cipőben, vadonatúj Nike cipőket, mindent betettem, tehát hogy kicsit éreztessék azt, hogy tényleg nem az volt, hogy mit tudom én, munkásúáimat raktam bele, tehát tényleg normális cuccokat kaptak. Én voltam egy fogyatékos otthonban. Brutál volt egyébként, meg érdekes, tehát jó hangulatba telt, úgyhogy el voltunk. Hogy értelezted meg belsőleg? Hogy értelezted meg? Hát úgy, hogy baszott jó lett volna, amikor 11 éves koromban én is fotóztam, és lejött volna valaki, és adott volna nekem pár cipőt, vagy járt. És hogy igazából egy idő után pont leszavarják azt, hogy ki van ott náluk, több fasza volt adott elbeszélni a csávokkal. Voltam egy olyan helyen, ami egy ilyen kollégiumban volt, ahol 8-10 éves volt, 24 éves korig is laktak benne általános helyzetőt, és abban várnak, hogy kis valamit voltam. És akkor ott oda jártam a környező iskolákba, és beszélgettem velük sokat. Akkor úgy is mondhatjuk azt, hogy szintetet, amit Korbi Zsoltnak, de nem is feltétlenül, hogy Mr. Gasztor. Hát igen, mondhatjuk igazából, egyébként jól fogalmazom úgy. Tehát nem gondoltam azt, hogy most így adjuk meg, most egy sorsoljuk ki, hát sorsoljunk a ruházatból. Azért el kell mondani, hogy folyamatos játékok vannak, ami szintén szerintem az egy egyedülálló, hogy ilyen most is van a Viszem a céget című játékunk 31-ig, ilyen fotó beküldés, a sztori. A
ki ugye követi a Facebookomat, az tudja. Tartom, tudod, ahogy régen is a kapcsolatot, hogy próbálnék én mindenkivel szinte személyes lenni. Időhiányában ugye ez meghűsül, hogy mindenkivel tudja kirogatni vagy beszélgetni, de működik, hál' Istennek. Nap mint nap ott végül az üzletbe, több 10-20 ember rohamoz meg. Szerintem egy kifogás nem újra látni. Csak nem mondanám a különbséget. Ki vagyok ettől a csávot, beszélni nem tudom, hogy műsor vezetni. Én szerintem aranyag nyarvadunk, kívül semmit nem tud. Na, egy nagyon jó kérdés szerintem. Fantasztikusan milyen a viszony most? Miért, mikor lesz újra kamikázzá? Lemez, nóta, stb. Sose. Nem tudom. Tehát ez olyan dolog, hogy többször előzettem én, mint ő. Aztán volt egy feedback, beívott a lemezére, de nem tudtam megcsinálni, a farkasok bevet csináltuk. Aztán nem volt rá időm. Most az RTM Store-ban lehet kapni az új levedét, pár napot kapott tőle tisztelt példányt, aláírva. Nagyon jó kis lemezett egyébként, Tarzan címmel. Terveztük amúgy decemberre egy nót, egy nagyon erős nót, hát egy klippel, de hát aztán megint elmarad, úgyhogy azért nem is rakjuk ki, hogy majd most lesz. Nem tudom, hogy lesz valami ebből a történetből. De amúgy szeretnéd, de megcsinálnád szívesen? Hát mondjuk csinálnád szívesen, hogy kamikáz EP-t akár? Fogod csinálni, persze. Ez mindig az Adorán múlott jobban szerintem. Tehát meg ő, ez több együttesen van egyébként így. Nem is hibáztatom őket, mert emberileg nem annyira erősek, mint én, hogy nem tudnak engem felvállalni. És nyilván nyom alatban az, hogy ugye körülöttem, ami van, az neki sok. Ilyen egyszerű történet. Valaki például, mint az SM Tomi, az simán felvállal, nagyon szeretem a Tomit. Családilag is ugye nagyon jó vagyunk velük. És ott például nem tud közbeszólni az, hogyha ő valakivel jó van és én nem. El tudjuk egymást különíteni, mert nem olyan egyszerű egyébként ezt véletenni, nekem se volt egyszerű sose. De ő például olyan jó közé lesz a dolgot, hogy bazd meg, együtt rappelünk, hallgatott már ezer éve ő is engem. Most jutottuk, hogy beolod a zakodat kalkéba. Nem zakó, te fasz, ez egy Jackie. Nem baj, nekem zakó. De figyelj, terep radi cipő, szuper dráj táska terep, tehát hogy érhet a stílt. Ja, meg itt van egy ilyen ugyanilyen B-színű RTM-ös. Ezt levettem, hogy belerohad a fejem. De erről mi a falszidat teszed be? Csak az, hogy tök jó beleolcak a fejben. Olyan vagyok, mint a Dumb és Dumberben, tudod a csáv, aki a... Nem láttad? Nem, még kettőben láttam, hogy sajnos. Fasza. Ilyen csoki gépbe beöltözik úgy a csáv, olyan filmeszerelő, hogy úgy néz ki, mint minden csoki. Tehát, hogy így a testtel úgy van, mert nagyon meleg, és kilép a gépből, Gaci. Beszélsz. Mikor a szerintem osztáznéd? Hoppá! Hát én tervezném. Az a baj, hogy ugye hogy a... Meg születes arra pont jól lenne például. Arra akarom tervezni egyébként, most előtted a poénomat. Az ötödik születésnapra szeretnék egy ilyen lemezt, meg még valami meglepít, és akkor ebből egy koncertet. Ahogy sejtettem, csúsznak az RTM New Line tagoknak a bemutatkozó dolgaim, nem egyszerű lehet. Mindenkit a szívem viselek, mindenkinek azt akarom, hogy profi cucca jöjjön ki. Piacképesen, önmagukhoz képest is, és olyan videóklippekkel szeretnék kijönni, amiket még nem tudnak, hogy azzal kéne kijönni, bár egyetértenek vele. Csak ilyen irányt kell mutatni, azért vagyok én itt ebben a történetben. És ugye azért van ezekkel a 6-7 számokkal is munka, és mindenkivel egyedileg van valami probléma. Tehát azért addig még nem éles az a produkció, addig nem szerint kívülni. Érted? Persze. Hát most van mondjuk ennyi, az milyen hosszú óta lenne? Szerintem kamáznák amúgy. Persze. Majd mindenki rettel, vagy mit tudom én, a New Line tagok kapnak egy sót, vagy egy kettőt. Én vagyok a bala, és kamerázok néha, és kézzük. És erre rájön majd a sót. Én vagyok a sót. Nem vagyok egy bél. Csillan. Jó lesz? Ja, akkor az én sorom van megint. Csak egy nyúlány szeret tudni egy ilyen nyolc sorba, geci. Jó,
sorba. Igen, és aki két tagú, az érted, az fél-fél sorba, aki jár. Aki két tagú. Mármint, hogy a zenekar, aki két tagú, és aki három tagú, az meg az beszopja. Aki három tagú, az hosszú. Igen, aki három tagú, az pedig fél-fél sor, és az egyik tag a fél sorban elvesz egy szót. Így bemondja, hogy aaaah! Úgyhogy bocs, srácok, de így lesz. Kulisszatikokat hallottuk. Mi azok a flex távozásának? Többször felmerült ez a kérdés. Olyan sokszor nem merült fel egyébként, mert annyi aktív volt egyébként a flex Ricsi, hogy annyira nem filtatták ezt a dolgot. Amit neheztelek szintén, erről is többször így elmondtam azokat a dolgokról, hogy mi a véleményem, hogy Facebook üzenetben közölte be ezt a dolgot, de egyébként nem maradszott rá, abszolút számítottam erre a dolgot, és sem erre a történetre. Azzal jutott ezt a történetet, hogy úgy érzi, hogy a hibrid, és közöttem kell választani, és mondtam, hogy ez egy oltár, egy fasság, az eddig se kellett, eddig is működött így a semmi, akkor most is működne. Nem kiüteltségesen tartom egyébként, úgyhogy ő úgy döntött, hogy nem szeretné ezt folytatni. Ő szerette volna, én azt mondom, hogy én sem szeretném, de én folytattam volna. Tehát most, ha eddig se csinált úgy igazából aktívan semmit, akkor utána is azt gondoltam, hogy most már megemberelő magát, és akkor valami fog jönni, és akkor azért tőle is lehet hallani egy két cuccot, hogy jönnek majd titkos csatok. A lehetőség megvan mindenkinek. Hozzáteszem az RTM-be, én olyan kapcsolatrendszerre rendelkezem, hogy és olyanokat adok nekik, amik például bagatell összegekért tudnak magunknak elvállítani különböző terméket, lemeztakát, merchandise terméket, vagy videóképet. Erre úgy mondjam, hogy nekünk megvan az apparátusunk, hogy hagyd mondjam már, bocsánat, hogy azt kérdezik. És szerződtem egy amerikai úriemberrel, aki Hancocknak hívnak, Hancock úr, és már így a családi dolgokit, meg a Sean Vista azt a Marcella dolgokit, hogy így fog kijönni. Ő egy olyan üzletember Amerikával, aki rendkívül fontosra tartja azt, hogy a szociálisan érzékeny, tehát a anyagilag érzékeny, szociális érzékeny előadott lehetőséget üssen. Mert az RTM-en kívül azt gondolom, hogy senki nem foglalkozik együtt a tehetségekkel, itt a felkutatásukkal, mint én. Vagy így ugye akár így beajánl egy-kettő barátom, vagy akár a Bala, vagy akár a Flashman, vagy a Vagó is bekerült ugye. Ne felejtsük el az RTM-re, akivel szintén meg tudtam azt tartani, csak egy mondat erejéig, hogy Vákumerszre jóban maradtott a Bubakolónékkal, és ide bejött őket, én nagyon régóta respektálom, hála Istennek, ők is engem, úgyhogy bobáljuk, nagyon nagy respekt, hogy ők se, nem van, nincs húrogás, hanem még a Hideg is Királyzat, hanem az van. Egyébként ez van az NKS-e is, tehát belemagyarázok mindent, a Gödöllőre megyek, az első, de legalább a másik telefonom az mindig a Moskva fele megy, és mindig iszunk valamit. Tehát én általában üdítőt nem vezetek, de ők mindig sört, hogy a végezbe vasszak. Egy kis érdekesség, hogy próbáljuk be visszatér a bagolyfépet, nem azt találom mindenkinek figyelni oda. Nem, de tényleg, tehát ezek már nem hülye gyerekek, akik ilyen úgy jut a felfogással rendelkeznek, el tudják különíteni azt, hogy igenis a bagolynak előre kell menni, erre ők nem feltétlenül biztos, hogy meg tudják adni a löketet, én azt gondolom, hogy mi igen. És nem is hagytam ilyen bájtottságot. Igen, és igen, persze, és azt gondoljuk, hogy mi pedig hozzá tudjuk segíteni a Bagót ahhoz, hogy megismerje mindenki a Bagót, mert méltatlan hozzá a két ármezős nézettség. Egy olyan rint technikával, szövegvilággal rendelkező emberről beszélünk, nem utolsó sorban, amennyit megismertem bele így az egy-két év alatt, mindig respektált, mindig, tehát emberileg is egy nagyon fazi csávó, kamázik egymást, hogy ne vesszem már bazd meg egy ilyen csávó, érted? Persze. Tehát én nekem ez a hivallásom, hogy mondtam ezt már évekkel ezelőtt is, 5 év, 6 év. Az egész alapkoncepció erre épült igazából. Igen, még amikor csak gondolkoztam rajta, hogy bazd meg, mennyi együttes nem kap teret. És ezért én nekem ezért mondom, hogy nekem lehet küldeni demót, és én végig is hallgatom. Sőt, hát ugye
nem tudom most jelenleg, hogy áll a történet, de ugye amikor a legelőször a bejelentésre került az a Real Music, ami egyébként az én első interjúmban bőlt vele, a Zsolatival, 2010 a bejelentés. Januárfán, igen, januárfán, jó, ott mondtad, hogy csinálsz. Te elmégszél, hogy is a Richard ugye vissza lehet keresni első interjú Mr. Lostával, ott mondott, hogy akár még akár zenekar jelentkezését is várad. Nem tudom, hogy ez ezzel most hogy vagy, vagy hogy állsz ezzel. Ugyanúgy. Tehát, hogy van most a Borsi Máté, ő az én, egy énekes srác, aki a zenekaromnak lesz a vezetője, és ő élőzenész régóta is, tehát meg komoly zenei iskolás tanulmányai vannak, és én nagyon szeretem ezeket a produkciókat is. Tehát úgy, ahogy külföldön is, én el tudnék képzelni egyébként ilyen több modern elektronikus zenét, és egy Real Team Music valami összeérzhetetlen. Erre a kérdés meg az, hogy az a baj, hogy nem tudják megkülönböztetni az emberek azt, hogy tényleg kinek írom a dalokat, és tehát az a vádlanak, hogy egyszerűen szarok a szöveget, de mégis érti meg őket. Tehát, hogy a pávákat kire értem, meg így, meg úgy, meg hogy lepávázzák ezeket a csávokat, azért, mert ilyen hajuk van, meg igazából nem értik, hogy én a pávadalt, azt, meg a kötelet, azt hogyan írtuk, meg hogyan írtam, meg ezt történetet. Igen, igen, persze. Hogy mire, meg hogy mi az ilyen... Azért is aztán éppen csak ezt a zenekarhoz dolgoltam, mondjuk valami azt, amit múltra figyelmetbe ajánlottam, épp mondjuk például simán elférjenek nálad szerintem. Igen, csak az azért akadt el megint, mert ott meg lehet, hogy nem magadta meg azt a demót. De előbb hozzátettem, hogy idővel, persze, ugye, persze. Most azért viszont ne hibázhasson senki, hogy azért az életvitel tényleg, amit én csinálok, az... Te is a kicsit szegeztem, hogy én is nem csinálok semmit reggel, tehát estét... Nem, 20 ember helyet csinálom tényleg a dolgaimat, és nem kérkedni akarok ezzel, ezért tartok, azt gondolom, ott, ahol tartok, aztán ennyi. Persze. Előbb ugye a Flex kapcsán érintettük, itt páran kérdezték, hogy jelenleg most mi a helyzet a hibridés közted? Havonta egyszer Facebookon egymásért valamiért, hogy például a olyan YouTube-os videóképesség lesz a videók miatt. Nincsen szó semmilyen munkáról, én nem tudom elfogadni azt, hogy én úgy érzem, hogy elárult. Meg az se, hogy Real TV Music, Rebel Beat Music, nem tudtam, hogy mit keverek. Most jött megint egy 168. beef, annak is a Master Hybrid. Ezt mindenki rakja oda, ahol akarja. Nekem flott és tisztán elkismertem a akkor, akkor magyarul... Nem én hibáztam abban a történetben, nem ők kinyíltam. Hát akkor te nem fogadod azt, hogy, hogy ami több helyen előtted az internetben az munka. Számára valami, hogy te azt tudod, hogy azért nem, ezt én is kell lenni a lojalitásnak eltöbb. Ezt én elfogadom, csak az, akkor nem kellett volna kilépni az RTM-ről. Tehát ez egy indok volt arra, hogy kilépessen az RTM-ről. Én azt gondolom, mert ezt lehetne órákig, meg napokig fejtegetni. Én azt gondolom, hogy mi voltunk a viszonyban 16 évig, hogy ezt nem kellett volna, hogy meglépje. Nyilván az ellenségének az volt a célja, hogy mindenkit eltakarítsanak mellőle, mert hogyha sikerülni tud, akkor nem is baj. De ugye akkor legalább kitisztázódnak a dolgok. Mondjuk a videóval azt mondod azt, hogy várjad vissza az én várom is. Tehát én is persze, én azt mondtam neki, hogy mindenki hibázhat. Én azt gondolom, hogy ezt egy óriási hibázott, de azért mindenki tudja, hogy legalábbis aki valamennyire is van, hogy egy emberséges ember vagyok, és férfi vagyok, és abszolút. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy... Ha ezt ő átgondolta volna, meg szerintem át is gondolt, de nyilván azért vagyunk még azért valamilyen szinte beszélő viszonyban. Nem tudjuk egymást, hogy megvan az a fajta... Hát tiszteletnek se nevezném, hanem egy olyan fajta... Ebből a régmúltból megmaradt, 15-16 évben megmaradt valami, nem tudom minek hívjam. Hogy azért mind a kettőnket basztatja ez a téma, vagy valahol rosszul érintett. Csak ugye én ezt nem így adtam elő, hogy beülök egy kamera elé, és akkor 12 éves idég cimányoznak, meg izélnek, vamzeroznak, meg minden. Hát engem minden nap 200-szor annyian vamzeroznak, meg cigányoznak, meg skinheadeznek, meg kubaiznak, kínaiznak. Akkor csak én ezen felül tudok kerekedni mondjuk, vagy nem úgy jön le, mint hogyha engem
ez bántan, ahol ott én százszor érzékenyebben kezelem ezeket a dolgokat, mint bárki, azt gondolom. Tehát én nem is, hogy sok százszor jobban megviselte a dolog, mint őt, vagy bárki. Egyértelmű, hogy a többieknek, az ellenségünknek az volt a célja, hogy vegyem előle. Hogyha én egy master, vagy egy munkáért, amit emlegettél, adtam mondjuk x forintot, így mondom, hogy x forintot, akkor odajött a másik, és egy éven keresztül azt mondta neki, hogy y-t adok, csak ennek a buzinak ne keverjél x-ért, y-t adok. És hát csak az y-t választott az ember. Most erre ki mit mond? De akkor most, mivel azt mondod, hogy továbbra is várad őt vissza, és ezzel szeretném meg is zárni ezt a témát, hogy akkor mégis mondhatjuk azt, hogy akkor te felül tudnál emelkedni ezen a tűzsön, és továbbra is kedveled őt, és úgy továbbra is várad őt vissza az RTM-be, ennek ellenére. Én nekem, tehát nálam a hibridre, amit ő nem tudott felvállalni, végül is, tehát rengeteget, tehát ugye ezer éve barátok voltunk, azt a fajta marketinget, amit én rá szerettem volna építeni, azt én azt gondolom, hogy ma is működőképes lenne, mint előadóra gondolok. Most az, hogy ő magától elkezdett így masteringolni, és most ezzel lett ő ismertebb, úgymond, hogy lemasterel mindenkit, erre lehet azt mondani, hogy ha a RTM-esen nem lépett volna ki, nem lenne ilyen keszekusz ez a történet, akkor hát nincs miből másban megélni, mert mondjuk még nincsen fellépése. Ezért hozzátenném, hogyha én producernék ezt a történetet, az én marketingben lenne követve, akkor fellépés is lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy természetesen tudna működni ez a történet. Abszolút. Fölül tudok kerekedni ezeken a dolgokon. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudok felül kerekedni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a hibrid még nem ért el azt a szintet, hogy végleg kitöröljem az életemből. És ezzel azt hiszem, hogy nagyjából, hogy mindent elmondtam. Sokan elérték már ezt a pontot egyébként. Most valamit? Szerelmes üzeneteket olvasol? Nézem a kérdéseket, azt neked vagy az itt. Ahogy beszélek, mint egy izér. Tudok két felé figyelni, de... Olyan vagy, mint egy nő. Vagy nem? De azok hány felé tudnak? Olvasok én? Nem, itt van ilyen, hát nem tudom az mondjuk mennyire ért, mindegy. Nem is teszem fel, inkább egy helyen varázsgi rebőlnek, ahol van többnek. Hát, adjuk ezeket. Igen. Nem foglalkozok én ezzel a gyerekek. Lesz a külön RTM Júlán, ahol osztálsz. Nem szeretnék külön RTM osztál szeretni. Nem terveztek egy RTM-s karácsonyod ahol. De, mint 10 új adja. Very motherfucking Christmas. Nem fucked up. New Year. Lesz a nyilvános karácsonyom a fogóta is. Very motherfucking Christmas. Very motherfucking Christmas. Say true, easy, 1992, 5150, home for the sick. A világ egyik legnagyobb EP-je. Yeah boy, azon van rajta, keressétek meg, akik még akkor már se születtek. Lehet, lesz a farkas a nyilvános kifordítás 2015-ben. Honnan a faszomból tudja? Ne olvassam a milyen buzi kérdéseket, bazdmeg. Ki a kedvenc latin rapper? Ez egy jó kérdés, amúgy ezt be akartam olvasni. Végre ilyet is kérdeztek. Ez tetszik ez a kérdés. Az első számú lati rapről virágban az Kid Frost, aki Frost néven futott már csak ugye, mert a Kidet el kellett hagyni, mert van már 50 éve szerintem. 55 is talán, 52. Neki nagyon komoly, meghatározó lemezei voltak, és ő az egész lati rapnek a keresztapja, őt tekintik a Monte Tarantónak. New School van, aki bejött, mert ugye itt is vannak új előadók, tehát nem lehet Kid Frost 95 évesen a izé. Mr. Capone és Mr. Criminal. Ők ketten, amik viszik ezt a Chicano vonalat, latinek vonalat. De hát ugye ide sorolható mondjuk a Cypress Hill is. Oldanik a Habits. Azokat nem szerettem sosem. Utáltam őket szinte. Viszont a Cypress Hill az egy meghatározó zenekar az életemben, imádom őket, és én voltam itt a koncertjükön az exhibitőnök az MDK-kel összeállt a bírjuk, és
a Cypress Hill-ben volt a World Festival. Jó, jó, neked az meg is iszonyat durva koncertet adtak. Úgy már mi kell, hogy játok, biztos egy ilyen izé összetákolt valami, és úgy jöttem el, hogy ásztak, parból volt, brutális volt. Nagyon eső volt tárgy. Tudod, miért jelen az, hogy júliusban valami nem tudod. Hát igen. Arra mindenképp el kéne. A szóta rendező csak 10 percig maradt hátra. Igen, és majd a kérdéseket azokat vagy streamen, vagy valami meg kell ezeket oldani, mert annyi kérdés jött, hogy én nem számítottam ennyire. Igen, lehet, hogy lehet az is lenne a legjobb egyébként a chatem, hogy valahogy máshogy fogunk csinálni, régen rádióműsorban. Hát én csinálni, nem, azt fogjuk csinálni, mint amit az Ádámék csináltak, az alkások, hogy leszed a Facebook, ezért ezt megcsináljuk, jó, januárban. Valám, jó? Ez a Facebook, minek hívják ezt, mondjad? Nem tudom. Hát amikor az Ádámék ülnek, hogy csak a Facebookról olvasnak külön kérdéseket. Tehát ugye azt kell megcsinálni, mert nyilván az a Levaktív a fórum, tehát a SKFM-ről nem szeretnék olvasni. Ez mekkora lenne? Berényi Mikinek miért nyírták le a haját? Ilyen kérdés. Jó, tehát nem mondjuk ezzel az utolsó 10 percet. Többen forszírozták itt a dolgot, hogy mi a véleményed a Vikingen László 16 során. 32-t írtam, hogy az alja, hogy a 16. Csodálatos, csodálatos a 16 sora Lászlónak. A véleményemet azt inkább nem tartom megint magamnak, milyen véleményem lehetne arra az ember, aki röhög az egész ország. Egy évben 2 fellépése van, és hagy ragadjon meg az alkalmat. Tudottak-e fogászni? Itt. Hagy ragadjon meg az alkalmat, hogy kedves vállalkozó barátaim az ország minden részéről, akik egyszerűen értetlenül állnak a Dogman-féle támadásokkal kapcsolatban, felajánlottak, kereken szabtak 1 millió forintot, és azt szeretnék kérni tőled, kedves László, és mindenki, aki van szervezetben az országban, hogy hozzanak erről egy, mert hogy biztosan tudjátok, ezt ki is írtátok nyilvánosan az oldalra, hogy én vagyok a patkány, holott nem egy nem kettő fórumon az a hír járja, hogy mivel ti ezzel foglalkoztok, ti dobáltatok be az Escobar rendőrségre. A hírekben írták világosan, hogy egy fiatal korút futtattok és az jelentette fel őket, úgyhogy hozzatok róla, ha annyira menők vagytok, tényleg hozzatok róla egy papírt, vagy akármilyen embert ide, aki elmondja a kamerák előtt vagy oda, hogy én bementem és feljelentést tettem bárkire. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel végleg lezárhatjuk ezeket az ilyen nevetséges sztorikat. Azt mondod nekem, és nem nekem, hanem a nézőknek azt mondod, hogy ha valaki bebizonyítja azt, hogy te bárkire feljelentést tettél, akkor kapálj egy forint. Így van. Tehát én, ha én elvitettem... Azért ez egy elég komoly ajánlat. Ha én elvitettem a West Endből a Pajadzsit, meg a Razót, aki előtte fegyverrel fenyegette az Escobart a Blaha Lusa téren, ha én vitettem el, akkor hozzanak el bizonyítékot. Tehát mindenki tudja, hogy nem én vitettem el. Úgyhogy hozzanak arra bizonyíték, hogy engem leütöttek, meg megvertek, meg itt megvertek, meg ott megvertek. Tehát ilyen dolgok nem történnek. Úgyhogy bekaphatjátok a faszomat, itt van, összeadták azok az emberek, itt van, azt gondolom, hogy ez egy olyan ajánlat, amit hogyha nyilván biztosan 100%-osan tudjátok, így írtátok ki, hogy 100%-ig tudjátok, hogy én vagyok a patkány, akkor bizonyítsátok be. És még egy dolog, írjál egy olyan számot, te is, meg te is, meg te is, amit 20 000-en megnéznek, bazd meg. Ne az én rajongóim menjenek át megnézni és generálják magadnak azt a szájba baszott like-ot. Igaz? Mert én a zenét csinálom még mindig. Ez nem jelent nagyon még mindig. Ritchen. Na azért a végére, ha maradt még annyi idő, egy nyugis maradt egy hány percünk? 6. Na akkor nyugis kérdés a végére. Ugye megszületett a kislányod. Szeretettel. Át is végén az enyém. Szarrat volna, hogy nem szeretem el, mert most kicsit lett volna bányászni. Milyen érzés volt? Ha kell a karodban tartani, milyen érzés édesapának lenni? Hát tudnék róla sokat mesélni egyébként. Attól függetlenül, hogy végben voltam, úgynevezett apás szülés volt,
ezt így hívják köznyelven. Én nem szeretem ezeket az ennyire ilyen lepusztított dolgokat, de semmi értelme nincsenek az apászülésnek, azt kivéve, hogy ugye azért az édesanyának ott egy óriási nagy erőzés löketet tudsz adni. A vége az nagyon durva, amikor végre kijön a csöpség, az egy ilyen katarzis érzés. Az brutális érzés volt, és hát azóta ugye egy hónapos kicsi, és nagyon jó. Reggel este, amikor tudok vele, hogy így dolgozok sokat, bügyögök vagyok. Kérdő adott úgy valaki egyébként? Figyelj, félig nyilvános életben. Na hát akkor most már megtudja mindenki, hogy nektek is egy pár hónap múlva jön, meg fogok tudni. Nem lehet erről beszélni igazából, megmondom őszintén, olyan értelemben nem lehet erről beszélni, hogy elmész, nekem az öcsémén is jön, emlék született gyerekük, elmész hozzájuk, a sajátodnak tekinted a jó barátai gyerekét, és ugye úgy kezeled, mint a sajátodat, de amikor a tiéd születik meg, az egy teljesen más dolog. Úgyhogy nagyon csodálatos dolog. Tényleg megmondom őszintén, hogy hál' Istennek bejött az, amit többen mondtak az ilyen velem hasonszörű apukák, hogy lefekszek, és így két-három órán keresztül nézelek a gyerekem. Nézem is tudom. Visítsa annyira zavar, annyira sokat nem alszok, úgyhogy jókor jött az energy drink. De óriási öröm lesz, ez öröm is, és öröm lesz, de azt gondolom a jövőben is, amikor változik, és ezt megélni vele. Tehát én már erre készültem egyébként, ugye, hogy én a karrieremet nem Móbiból csinálnak, hanem ez a megéletésem a zene, az egyéb dolog. És én azt szeretném, hogy ez a gyerek ez úgy nőjön föl, hogy semmiben, vagy legalábbis olyan dolgokban ne legyen hiány semmiben. Sok mindent akartam egyszerűen mondani, csak kevés idő. Ne kell nélkülöznie. Mondjuk nagyon egy gyerekkorban neked kellene. Hát igen, tényleg erre törekszik az anyát. Apám mondta, ahogy mondja ezt mindig, hogy ugye mindig többre viszi a fia az apjánál, és az egy normális dolog, hogy ő is többre vitte valami, mint az apja, azt mondja, te is jön, többre vitte, mint én. Remélem, hogy a lány is többre viszi, mint én. Semmi esetes akarok belőle, se rapper, se énekes, és most nem mondom azt, hogy ha érik majd behatás, hogy itt tiltom tőle, de csak éreltek a menedzser. Mert én mindent tudok. De ennél jobb részona is kell, ha? Szerintem sem. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az évet, akik így Rich és Green és Bassza TV ügyileg is végig kísértetek, meg egyébként mindenhogyan egyébként több helyen is már ezt megköszöntem nektek. Köszönöm így az erőt, amit adtatok, tényleg ahogy kiírtam, ahogy követtek engem, kellettetek ahhoz, hogy fel tudjak kelni az évben, ebben az évben is, nem egyszer, nem kétszer. Úgyhogy jövőre folytatjuk tovább RTM Madafakasz. Bőjt és boldog karácsony mindenkinek. Mindenkinek kellene ünnepeket, boldog új évet. Szevasztok!